most. Nyílik az ajtó, égnek a neonok, száll a kávé illata, a pult újra ragyog. A zenegépen elindulnak a legnagyobb retro slágerek. Lépjen be Magyarország legretróbb presszójába. Ez az Abaházi Presszó. Ugye sejti kivel? Benkő Lászlóra emlékezünk a mai este folyamán. Itt az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban, és ahogy ígértem, barátait, zenésztársait, pályatársait hívjuk. Elsőként itt van velem a telefonvonalban az Omega frontembere, Kóbor János Meki. Szia, üdvözöllek! Szia, sziasztok! Kezdjük onnan, hogy sajnos tudom, milyen elveszíteni egy zenésztársat, de fogalmam sincs, milyen lehet egy majd 60 éves barátság után elveszíteni egy társat. Hogy vagy? Hát, megmondom őszintén, Isten igazából talán az a szerencse, hogy még az ember nem is tudja ezt felfogni. Tehát még mindig úgy vagyok vele, hogy hát ez valószínű. Szóval az emberben az van, hogy ez nem lehet, hogy ez igaz. Tehát ezt nem lehet így megszokni, hogy ha most fölhívom, akkor nem veszi föl. Én tudom. De, igen, hát szóval tulajdonképpen az van, hogy az elmúlt években sajnos nagyon hozzá kellett szoknunk, mert szinte minden évben elvesztettünk 2-3 volt omegást, akár a technikusi csapatunkból, akár a színpadról a társaink közül. És hát az a 2016-os év az nagyon durván elkezdte ezt, amikor először Somló Tomi, majd Laux Józsi is elment. Most pedig a Benkő Laci előtti héten ment el például Nemes Laci, hát a technikusaink. Egy igazi rock legenda ő is. Így van. Úgyhogy ez borzasztó ehhez hozzászokni. Nem is lehet hozzászokni. Igen, és mondtad is, hogy az elmúlt években Kürönya Miklós, ugye, aki a lemezeiteknél a stúdióban igen. volt a hangmérnök, vagy Gellért Tibi, aki szintén a koncerteken igen, volt igen. mellettetek. Hát nem, szóval az, hogy minden évre most már több jut. Most pont, amikor volt a halottak napja november 2-án, arra csináltunk egy ilyen a halottainkra visszaemlékező dolgot, és szörnyű volt, hogy egy oldalra nem fért ki a névsor. Tehát nagyon sokan vannak már. Én tudom, hogy nagyon nehéz ilyenkor bármit is mondani, és ezért aztán extrán hálás vagyok azért, hogy te vállaltad ezt a beszélgetést. És korán reggel, amikor én olvastam ezt a hírt, akkor azt gondoltam, hogy én azonnal autóba ülök, bejövök ide a rádióba, és felveszek veled egy beszélgetést, és te azt mondtad, hogy nem, te élőben este a rendelkezésre állsz. De közben, igen, közben azt gondolom, hogy nem én vagyok az első, és nem is az utolsó, aki felhívott. Hál' Istennek, és úgy már a végén úgy, hogy mondjam, úgy örültem is annak, hogyha a Laci ezt nézi, hogy micsoda szeretet árad felé, mert tényleg az egész nap erről szólt, akkor biztos elmosolyodna, és nagyon jó esne neki. Hát én remélem, hogy valahonnan ezt azért ő látja. De nekünk borzasztó ezt elfogadni és megszokni. Emlékszel-e arra, hogy váltatok el a legutolsó találkozásnál? Persze, hát tulajdonképpen ez nem volt már számunkra olyan szokatlan, hogy ő időnként kórházba kerül, ott kicsit rendbe hozzák. Sajnos ennek a dolognak, amiben ő egy, hát 3-4 éve most már benne van, mindig volt valami folytatása, és ő is néha hozzájárult saját produkciókkal, például a balesete meg ilyen. Igen. De most valahol az utóbbi időben már nagyon féltünk ettől, hogyha megint kórházba kerül, mert éreztünk rajta egy olyat, ami korábban nem volt. Tehát egy ilyen
lemondás, egy pessimizmus, tehát mindig életkedv volt benne. De ez annak volt köszönhető, hogy mindig látott előtte még célt, tehát előttünk, igen, amit persze, hogy meg kell valósítani és meg kell tenni. Hát most sajnos ez a járvány ezeket eléggé elsöpörte az útjunkból. Isten igazából, amire így emlékszem, az volt, hogy egy olyan van, ami végül is elhatároztunk, hogy ugyan nem így terveztük, de az Új Testamentum lemezt mégis kihozzuk, annélkül, hogy hát koncertbe gondolkozni tudnánk. És ezt nagyon kérdezgette mindig, hogy mikor lesz már készül, miért nincs még itt. És a sors, hogy milyen, hát hogy mondjam, tapintatlan tud lenni. Tegnap érkeztek meg Németországból a kész CD-k, tehát a jövő héten kerülnek terjesztésre, és ma szerettünk volna Lacihoz beszaladni egyet, hogy na Laci, itt van, és már nem engedte meg a sors ezt neki. Ahogy írtátok, tényleg nincsenek szavak, meg nehéz beszélni, de én szeretném, hogyha folytatnánk a beszélgetést, az emlékezést Benkő Lacira, de közben zenéjünk is. Én azt ígértem a hallgatóknak, és örülök, hogy a Retro Rádió vezetőségében partner volt, mindazokon túl, hogy minden órában ma elhangzott egy Omega dal, hogy itt az Abázi Presszóban 8 és 10 között kizárólag Omega dalok szólnak, úgyhogy most megint meghallgatunk kettőt, az egyik a 10.000 lépés, és aztán folytatnánk a beszélgetést, hogyha benne vagy, hogyha még bírod, ha még rendelkezésre állsz. Visszahívjalak, letegyük, tartod addig, hogy legyen? Ahogy gondoljátok. Jó, akkor ezt mindjárt adáson kívül megbeszéljük, de itt adásban szól a 10.000. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. Mai vendégünk. Benkő Lacira emlékszünk ma, vagy emlékezünk ma, aki az Omega billentyűse volt, kezdetek óta ott volt az Omegában, ugye alapító tagja volt, és egy másik alapító tag, aki majdnem 60 évig ott állt mellette a színpadon, Kóbor János Meki itt van velünk a vonalban. Ismételten üdvözöllek, szia! Szia nektek is még egyszer! És az előbb ugye kérdeztelek az utolsó találkozásról, most viszont érdekelne, hogy mikor volt az utolsó koncert? Mikor volt az utolsó alkalom, hogy együtt állhattatok a színpadon? Hát pont 2 hete volt 1 éve. Tehát tavaly november 8-án volt a arénában az utolsó koncertünk, és hát mindez idáig ez volt az utolsó, és hát ott sajnos nem gondoltuk azt, hogy 1 évig nem igazán lesz újabb, de hát most már így a Laci nélkül nem is tudom, hogy gondolkozunk-e nagyon még ilyenbe. Gondolom, hogy a zenekar tagokkal, ha más nem, akkor SMS, vagy Messenger, vagy bármilyen üzenetet váltottatok, vagy beszéltetek napközben, előkerült? Felmerült ez a kérdés, hogy és akkor most mi lesz? Nem. Most valahogy ez egyik se merült föl, hát ez most mindenkinek sokkal fontosabb a Laci hát elvesztését valahogy megemészteni és rendezni magunkba. Tulajdonképpen itt az elmúlt években azért hozzáedződtünk, mert tényleg, ahogy már beszéltünk róla, igen, nagyon sokan itt hagytak már minket. Meg hát sajnos a Laci is okot szolgáltatott rá, hogy fel kell készülni arra, hogy mi lesz, ha. Mert ugye 3 évvel ezelőtt, amikor volt az a súlyos betegsége, akkor, sőt, olyan is volt már talán idén nyáron, hogy már halálhírét keltették. Igen, egy tévedés valami elindított az interneten, egy olyan, ha elment volna, de hál' Istennek az gyorsan le tudtuk állítani, mert valami félreértésből indult el. De még akkor viccelődtünk vele, hogy na Latikám, te most nagyon sokáig fogsz élni, mert akinek a halálhírét keltik, az biztos, hogy sokáig él. Hát ebből látszik, hogy ezek nem mindig igazak. De sokáig élt, hát azért szép kort megélt. Persze, szóval itt szoktuk azt úgy értékelni, hogy így közel a 80-hoz, hát mi már nem szólhatunk semmit. Ebben a korban már egy eltávozás az nem a tragikus
események. Hát az már majdnem azt mondom, hogy arra azt szokták mondani, hogy hát szép kort megélt. De hát ennek ellenére én azt hiszem, hogy ez senki közülünk nem hitte volna még. Hát az utolsó koncert alkalmával biztos nem, de még most is, mikor kórházba került ebbe az utolsó verzióba, tehát ebbe a stádiumba, még itt is azért úgy voltunk, hogy na, ebből is ki fog jönni a Laci. Mikor került most be a kórházba? Hát egy olyan 10 napja körülbelül. Tehát akkor derült ki, hogy időnként neki kellett ilyen, hát ilyen a tüdőtől, meg a szív nem tökéletességétől ilyen vizesedések voltak, amik időként le kellett venni. Hát kezelni kellett, így van. Így van. Tehát az úgy megszoktuk, hogy ez van, és ő is már ehhez hozzászokott. De most valahogy az volt, hogy mikor bement, akkor valahol sajnos mindenki érezte, hogy most valami ennél több van. De ezt ti éreztétek, vagy esetleg ő adott erre valamilyen jelet? Egyáltalán ti honnan tudtátok, hogy megint kórházba került? Ilyenkor ő jelezte, hát hogy megint menni kell? Vele, persze, meg hát a Balázs, tehát a fia, a Dóri, a lánya, meg a Zsuzsa, a feleségemmel mindig tartottuk a kapcsolatot, hogy most miért és hol, hogy került be. Most annyi volt a furcsa, hogy már a mondták, hogy hát nem biztos, hogy nagyon értelmes fölhívni telefonon, mert most nagyon rossz állapotban van, tehát úgyse fogja érteni, meg minden. Majd, ha megerősödik és kijön, gondoltuk. De valahogy már előtte én éreztem az ő hozzáállásán, hogy most ez már nem az a bizakodó és a jövőbe tekintő Laci, hanem aki inkább most már elkezdett félni, attól, hogy ne talán itt valami nagyon elkerülhetetlen dolog közeledik. Lehet, hogy ő belülről már érezte, hogy... Hát igen, és ezt úgy mi is éreztük a beszélgetéseken, hogy itt most egy kicsit próbáltuk rávenni, hogy Lacikám, te úgyis hagyd a fenébe, hát majd elmúlik ez a járvány is, lesznek még megint bulik. De valahogy most nagyon eluralkodott rajta, és amikor az első orvosi véleményeket hallottuk a mostani állapotáról, akkor vált az világossá, hogy hát lehet, hogy ez alkalommal ő már nem is fog kijönni a kórházból. Szeretném, hogyha még egy pár perc múlva megint beszélnénk, egy utolsó körre még légy szíves, maradj velünk. De megint hallgatunk Omega dalokat. Elsőként jön most a Sötét város, aztán folytatjuk a beszélgetést Kóbor Jánossal, Mekivel, itt az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. Mai vendégünk. 2 perc múlva, 3:49, Benkő Lacira emlékezünk ma az Abaházi Presszóban, ezért szól ma minden egyes alkalommal csak Omega dal, és a vonalban itt van velünk továbbra is Kóbor János, Meki. Nagyon köszönöm, hogy ilyen kitartóan itt vagy velünk, és megosztod a gondolataidat, az érzéseidet, biztos nem könnyű. És nem tudom, te ezt mennyire figyeled, hogy különböző közösségi oldalakat elárasztották az emlékezések, zenésztársak, zenészek, mindenki, akinek a fiatalkorát jelentette az Omega, vagy a jelenét, megírták, hogy miket éreznek. Ami a furcsa, hogy mindenkinek van egyfajta emléke a Laciról, és mindenki fontosnak is érezte, hogy ezt megossza a nagy közönséggel. Ha egyet ki kellene emelni az elmúlt majdnem 60 évből, akkor te tudnál? Hát csak így unblock ezt az egész 60 évet. Tehát az annyira egy töretlen és egységes, jó, csodálatos 60 év volt, hogy most például, amikor hallgattam ezt az előtte levő számot, a szegény Somló Tomi énekelte, aki már szintén nincs velünk, és annyira a közepén van egy nagy felordítás, az a Benkő Laci, és még úgy előttem van, amikor ott mi is meglepődtünk, amikor a kiállásban, de azt ott abban a pillanatban úgy érezte, hogy neki ott ezt be kell ordítani. És aztán úgy maradt a felvételen. És úgy maradt, mert mindegyik meglepődött, de úgy bólogattunk, hogy ez így jó.
Hogy hogy jött neki az ötlet, nem tudjuk, mert nem volt megbeszélve. Elmondtad, hogy jelen pillanatban még azon nem gondolkodtok, hogy mi lesz ezután, hogy lesz-e még egyáltalán Omega, lehet-e bármilyen formában Omega, de általában ez ilyenkor úgy szokott lenni, és miért lenne pont most másképp Benkő Laci esetében, hogy nagyon sok zenésztárs szeretne majd róla valószínűleg megemlékezni. Én biztos vagyok benne, hogy lesz egy ilyen Omega Benkő Laci emlékest, hogy ez mikor tud megvalósulni, azt nem tudom, és nem csak azért, mert hogy mikorra jön össze, hanem egyáltalán mikor lesz egyáltalán lehetőség újra koncertezni. Ugye a vírus hát helyzet sajnos miatt. Azt hiszem, ez a nagyobb kérdés, mert ezt már többször úgy elmondtuk, hogy hát ha ez a járvány nagyon kitartó, még ezt az egy évet azt mondom, hogy még mindig el tudtuk volna, hát át tudtuk volna rendezni a dolgainkat, de még egy év a mi korunkban, már csak az együttes korában is, de főleg a bizonyos tagok korában, az már nagyon-nagyon sok idő. Hát például a Latinál ez az elmúlt egy év nagyon sok koncertet jelenthetett volna még. Hát igen. Tehát... Én januárban találkoztam vele utoljára, akkor beszéltünk elég sokat a betegségéről, de akkor úgy tűnt, hogy szinte teljesen felépült, meggyógyult, ereje teljében volt, és tényleg azt várta, hogy jöjjön a fesztivál szezon. Így van. Mi egész augusztus 15-ig nagyon bíztunk abba, hogy végül is akkor beindul, és a nyárvégi dolgainkat már meg tudjuk csinálni, és talán ez az egész második hullám, hát ha nem köszön be. De azt is jeleztük, hogy ha viszont beköszön, az már minket nagyon-nagyon súlyosan tud érinteni. Persze nem a Laci halálára gondoltunk természetesen, de most megmondom őszintén, nem foglalkozunk ezzel a gondolattal, hogy az Omega egyébként nagyon sokszor újraélett, és új, rengeteg stílusunk is volt, nagyon sok összeállításban vittük aztán tovább a dolgainkat, de most megmondom őszintén, erre gondolni sem merünk és szeretnünk. Ez lehet, hogy az idő fogja megoldani, és hát tényleg amiről beszélünk, hogy egyelőre nincs is nagyon értelme erről beszélni, mert a belátható időn belül nem igazán hiszem, hogy itt lehetőségünk lenne. Mit gondolsz, közel álltál Lacihoz, szerintem ki tudjuk találni, vagy ki tudod találni, hogy ő hogy szeretné? Legyen még Omega? A Lacival erről beszéltünk, mert már mikor az első gondok, bajok voltak, meg úgy rádöbbentünk, hogy te, tényleg közel vagyunk a 80-hoz, hú, ez nagyon csúnya a számokban már, és a Lacival természetesen hát úgy nem komolyan véve a dolgot, arra emlékszem, hogy úgy megegyeztünk abba, hogy ha bármelyikünkkel, vagy mind a kettőnkkel, nekünk az egy csodálatos érzés lenne, ha a dolog tudna tovább menni, és a mi ott létünk után is tovább tudna menni ez a, hát majdnem azt mondom, számunkra a világon a legfontosabb dolog, ami az egész életünk volt, az Omega, ha erre még tényleg szükség lesz. De mondom, most így a Laci nélkül ezt nem merném megerősíteni, hogy úgy el tudom képzelni, hogy milyen úton módon képzelhető az el, hogy mi még színpadra lépünk. Ha számít az én véleményem, Omegára mindig szükség lesz. Hát ennek a Laci is nagyon örülne is. Ha velem történt volna, ez én is így éreznék. És már csak azért is, mert a legutolsó koncertünk az ugyan egy csodálatos koncert volt, de ahogy Omegánál szokott lenni, hát egy jó nagy malőrrel kezdődött ott az elején az arénába, és az ember nem szívesen szeretné azt, hogy egy, hát számunkra egy kicsit nem úgy sikerült koncert, bár nagyon jó buli volt, tehát nem mondhatok semmi rosszat, és ha ez volt az utolsó, akkor ebbe is kiegyeznénk, de azért valószínű van bennünk egy olyan, hogy hát azért ne így nem szabadna abba hagyni, és ha már nem hagyjuk abba, akkor nyilván azt is ki fogjuk találni, hogy szóljon ez azokért is, amit a jövőben csinálunk, akik valamikor is az Omegában több-kevesebb időt eltöltöttek. Kóbor János, Meki,
hálás vagyok, hogy együtt emlékezhettünk a legendás billentyűsre, Benkő Lászlóra. Szép estét és őszinte részvétem a Retro Rádió hallgató nevében mondhatom, hogy őszinte részvétem az egész zenekarnak. Hát, nagyon köszönjük és nagyon örülünk, hogy ilyen tényleg Laci szeretete minden felől. Tehát ennek ő is nagyon örülne. Köszönjük szépen! Jó éjszakát! Szia! Szia! Sziasztok! Rövidesen Presser Gáborral fogunk beszélgetni itt az Abaházi Presszóban, szintén telefonon keresztül, most pedig szól a ballada a Fegyver Kovács fiáról, itt a Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. Mai vendégünk. A vonalban itt van velünk Presser Gábor. Szép jó estét, szia! Jó estét mindenkinek, szia! Már mennyire jó lehet ez az este. Ugye egy nagyon furcsa hírre ébredtünk ma, mindannyian... Elment a Benkő Laci bácsi is. Aki neked valószínűleg nem bácsi, hanem csak a Laci. Én arra vagyok kíváncsi, hogy te emlékszel-e a leges-legelső találkozásotokra, hogy az hol és milyen körülmények között esett meg? Abszolút emlékszem. Az Ötvös Klub, ami a mai Centrál Kávéház helyén volt, az az egyetemhez tartozott, és az Ötvös Klubba mentem le, mert a Mihály Tomi beajánlott engem, akkor ő már az Omegában játszott, és beajánlott engem, hogy én tudok dalokat írni. Hát én voltam olyan 18 körülbelül, a Tomi talán 19, és a Laci, a Kóbor, a Laux, és a Komacsi csöcsék meg voltak 24. Tehát ők mind 5 évvel idősebbek voltak nálunk, és a Misi volt ott akkor még a fiatal gyerek. És ez volt az első alkalom, hogy én lementem, és akkor ott a próbára bementem, a Misi bemutatott mindenkinek, és akkor elkezdődött az, hogy mutassak egy-két nótát. Ott volt egy ilyen öreg pianino tulajdonképpen a falnak támasztva meg lehetőség, fáradt állapotban. és akkor én ott mutattam a nótánkat, és hát a Laci természetesen ott volt. És te akkor már ismerted az Omegát? Addigra az Omega már... Nem. Nem, mert mindenki a klubjában játszott, és akkor nem engedtek be más klubot, csak a tagokat, és nagyjából az egyetemisták, tehát az Ötvös Klub, az LT-hez tartozott, ha jól tudom, és a Kinizsi a másik, ahol játszott az Omega, és később én is, az pedig a Műszakihoz, Műszaki Egyetemhez. És ugye nem nagyon, a zenekarok még nem szerepeltek nagyon a rádióban, hiszen nem voltak saját számaik, kivéve az Illést. És akkor a Metro is elkezdett magyarul énekelni néhány dalt, nagyon keveset, és akkor az Omega hát tulajdonképpen két pártra szakadt, ami egy rutinos dolog Magyarországon, és hogy legyenek a magyar dalok, vagy ne legyenek. És hát engem azért hívott a Misi, azt hiszem a Misi, a Laux Józsi, és hát meg nem mondom, hogy ki volt a harmadik, tehát ilyen egyenlő arányban volt a két párt, hogy legyen, vagy ne legyen magyar dal, és ők azért hívtak engem, hogy bizonygassák, hogy ennek van jövője, meg hogy hát kvázi csak ennek van jövője, amit persze egyikünk sem tudott, talán a Laux Józsi, mert ő tényleg látta a jövőt, tehát ő tényleg zseniális volt, mint zenekarvezető. Igaza is lehet, és ugye tudjuk Benkő Laciról, hogy nem csak billentyűs hangszeren játszott, trombita furulja, meg még énekelt is, de hát azért mégiscsak tulajdonképpen egy vetélytárs érkezett a személyedben, hiszen jött még egy billentyűző valaki. Hogy milyen volt a viszonyotok? Hogy fogadott ő téged? Barátságos volt, vagy ellenséges? Igaziból azt gondolom, hogy azzal, hogy befogadtak, azzal azt lehet mondani, hogy mindenki barátságos volt. Ugye szétosztottuk
a szerepeket, és az Omegában volt külön zongora és külön orgona. Tehát nem egy ember játszott így ide-oda fordulva, hanem a Laci zongorázott, én orgonáztam, volt persze, amikor cseréltünk, és én nem éreztem semmi rosszat. Tehát azt gondolom, hogy nagyon hamar megtörténtek azok a dolgok, amik elmulasztanak bármilyen ilyen korai feszültséget. Mert alig, hogy az első dalunk megszületett, az már fönn volt slágerlistán, és utána a második is, utána a harmadik is, és akkor, amikor elkezdett az Omega már országos siker lenni, akkor már mindenki boldog volt, és mindenki végezte a maga munkáját. Tartunk itt most egy rövid szünetet, de én szeretném, ha beszélgetnénk még Benkő Laci bácsiról, Presser Gáborral, itt az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. Mai vendégünk. A vonalban továbbra is itt van velünk Presser Pici bácsi. Én nagyon örülök, hogy ma is rendelkezésre állsz, és beszélhetek veled Benkő Laci bácsiról. Mikor beszéltetek utoljára? Milyen volt a kapcsolatotok így az utóbbi időben? Hát azt kell mondjam, hogy inkább ott kezdeném el, ha szabad, hogy amikor eljöttem az Omegából, akkor haragudott rám. Tehát akkor azt lehet mondani, hogy egy darabig haragban voltunk. Ez azt gondolom, hogy nem tartott tovább egy vagy másfél évnél, és mindenki rájött arra, hogy ez egy tipikus win-win dolog volt, tehát hogy mindenki jól járt. De az, hogy ti haragban voltatok, az mit jelent? Hogy kiabáltatok egymással kígyót, békát, vagy csak simán nem beszéltetek? Mondjuk kígyót, békát nem, de mindenki mondta magáért, de azért nem mondtuk csúnyákat. Tehát én mondtam, hogy én váltani akarok, én mást akarok, én nem tudom, és érthetővé tettem, hogy nem úgy akarok mást, hogy az Omegát fölforgatnám, és mást tennék bizonyos hangszereket, nem is tudtam volna megtenni, nem voltam én más, mint egy tag. De hogy én nekem bennem ilyesmi nem volt, hanem én valami újat akarok. Az Omegások megmondták, hát amit mondtak, hogy hűtlenek vagyunk, és hát mindenkinek igaza volt, csak ezt mindenkinek kellett, hogy elmondhassa, és akkor utána már nyugi volt. Mondjuk ez eltartott egy évig. És hát azért tulajdonképpen, hogyha ha pontosabban írták volna le a sajtóban, amit mondunk, akkor nagy valószínűséggel még annál is, hát hogy mondjam, finom, kettősebb kézzel bántunk volna egymással. És akkor ez úgy szép lassan elmúlt, és kezdett visszajönni a haverkodás, és hát a 80-as évek elején, csak most nem tudom az időt, az évszámot, ugye már együtt turnéztunk. Vittük a Beatrice-t, és amikor együtt turnézol valakivel, akkor azt meg kell előzön egy pár, hogy mondjam, baráti gesztus, meg baráti év, tehát azt lehet mondani, hogy ugye 71-től, mit tudom én, 74-75-ig minden elmúlt, ami feszültség volt közöttünk, és akkor már nem volt más, csak a barátkozás. Hát igen, ebben biztos benne volt az is, hogy... Együttmunkom, és hát azért kezdtem el innen, mert hogy akik nem éltek és nem ismerik azt a történelmet, hogy egy picit képbe legyenek, valójában a Laci... Én emlékszem a 2009-es Arena koncertemre, ott ült. A 2013-as 4 LGT Arénából 2-n ott volt a Laci. Bent volt, hogy bent üldögét nálunk az öltözőben a buli után. Mi nem tartottunk partit, mert nem szeretjük. És ott maradtunk együtt, és a Laci is velünk volt. Most ott a 2018-as arénámon ott volt. Tehát azt lehet mondani, hogy abszolút jóban voltunk. És nem olyan nagyon régen, amikor már sajnos hát mindenki tudta, hogy nagyon beteg, akkor találkoztam vele a Gellérthegy utcában, akkor autó az autóból, és csak megálltunk egy picit, és beszéltünk egy pár szót, és nem sokkal
azután teljesen véletlenül a házuk előtt a, nem is tudom azt, minek hívják, Krisztina körút, vagy Attila út, vagy micsoda út, a Tabánnál, ott találkoztunk. Nyilvánvalóan a Covid előtt volt, tehát gondolom, hogy én gondolom, hogy tavaly ősszel, vagy tavaly kora télen, már tudom, hogy Nagykabátban voltunk mind a ketten. Tartsunk egy rövid szünetet, de aztán még egy pár percet szeretnék veled beszélgetni Benkő Laci bácsiról. Itt az Abaházi Presszóban, tehát a vonalban továbbra is itt van velünk Presszer Gábor a Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. Mai vendégünk Presszer Gábor a vonal másik végén, és Benkő Laci bácsira emlékezünk, a mai műsort, a mai adást neki szenteljük, ugye csak Omega dalok szólnak. Én azt szeretném, ha mondanál legalább egy olyan dolgot, ami a számodra fontos volt a Laci bácsiból, csak hogy értsd, hogy mindenki emlékszik rá valahogy. Amit az előbb elmondtál, hogy találkoztál vele, mindenféle koncerteken ott volt, nekem a Benkő Laci bácsi ő, aki mindenhol ott van, mindig mosolyog, mindenkihez van egy kedves szava, de gondolom így, hogy ti azért ennél jóval bensőségesebb kapcsolatot ápoltok, meg ráadásul ugye kiváló zenészek vagytok mind a ketten, lehet, hogy a te emlékeid, a te szemüvegeden keresztül Benkő Laci bácsi teljesen másmilyen. Szóval mondj róla valamit, amit csak te tudsz róla mondani. Nem hiszem. Elég, hogy mondjam, nyílt életet él, tehát sok helyen volt, sok emberrel beszélt, sokat foglalkoztak vele, és szeretett kommunikálni. Ő szeretett az emberekkel beszélni. A könyvemben azt írom valahol, hogy a Laci volt a barátság felelős, a barátkozási felelős. Tényleg. Idézőjelben. Tehát, hogy ő nagyon gyorsan és nagyon hamar barátkozott. Ő olyan értelemben egy különleges ember volt, hogy például ő úgy szerette ezt a világot. Tehát ő szerette az embereket. Azt gondolom, hogy valahogy így volt születésétől összerakva, hogy ő szeretett barátkozni, ő szeretett sztorizni, egy édespali volt, mindenhonnan elkésett mindig, mert mindenhol egy kicsit megállt és beszélgetett, és mindenhol sztorizott, és állati édes volt, mert mindenkinek ő nagyon jó közönség volt. Hogyha te mondtál valami vicceset, akkor a Laci úgy tudott nevetni, ahogy senki. Tudod? És hát iszonyú nagyokat hűültünk így együtt. Pláne amikor fiatalok voltunk, és akkor nem volt határ. Tehát emlékszem egy szuper 8-as film darabra, talán a Kóboré, ha még megvan, hogy a filmgyárba kellett kimenjünk, és a filmgyár kapuján, vagy a kapu mellett a kerítésen ilyen rács volt. És mi még kínáltunk az utcán, a Laci előre ment, és hát tudom én, 3 lépéssel a rács mögött termett, és előadott egy rövid magánszámot arról, hogy engedjenek ki. És fogta ott a rácsot, és rászta, hát pusztító volt, annyit kellett röhögni. És ő ilyen volt, tehát ő szerette a jó kedvet, ő szerette a bulizást, és szerette azt hogy őt szeretik, és akkor mindenhol megállt, mindenkivel beszélt. Iszonyú nyitott volt, és barátságos. És mindenkire emlékezett, és mindenkit megismert. Legalábbis az én ismeretem szerint ilyen volt Benkő Laci bácsi. Presszer Pici bácsinak viszont nagyon szépen köszönjük, hogy ezen a késői órán a rendelkezésünkre állt, és hogy együtt emlékezett. Hát sajnos, hogy ennek így kellett ma lennie. Hát sajnos, sajnáljuk. Igen. Köszönöm szépen, szép én estét. Én is köszönöm, jó minden jót. Neked. Köszi, szia. Minden jót, sziasztok viszont. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. Benkő Lászlóra emlékezünk ma, aki itt hagyott minket, viszont pályatársai mellett egy olyan fiatalembert is szeretnék megszólaltatni,
aki ott volt a kezdet kezdetén, amikor indult az Omega a kisebb budapesti klubokban, akkor indult el Magyarországon egy újfajta szakma, ha lehet így mondani, akkor ismerkedett a magyar közönség azokkal az emberekkel, akik nem zenészként álltak a színpadon, és úgy szolgáltatták a zenét, hanem volt előttük egy lemezjátszó, és lemezlovasként szórakoztatták a közönséget. Egyikük ott volt már a kezdet-kezdetén az Omegával, most pedig rendszeresen hallható itt a Retro Rádióban. Bétót László, jó estét! Jó estét, szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Az E-épületben kapcsolódtam az Omegához, Szervánszki Attila barátom jó voltából, aki szólt nekem, hogy csináljuk együtt a szünetekben a zenét. Az én Grundig TK-27-es magnetofonomat vittük minden vasárnap. Nem volt akkor még lemezjátszó meg ilyenek. Omega lemez is csak 68-ban volt először a Trombitás Fréd és a Rettenetes Emberek. Én végig élveztem azt, amikor Benkő Laci próbált valamilyen formában gyakorolni a hangszerén, a trombitán. Hát meg kell, hogy mondjam, hogy nem volt igazából emberbarát, legalábbis az elején. Aztán nagyon belejött minden fúvós hangszerbe. Mennyire ismertétek egymást jól? Összejártatok-e, vagy tényleg csak a koncertek, rendezvények alkalmával sikerült találkozni? Általában a rendezvényeken találkoztunk mindig az E-épületben minden vasárnap. Én nagyon szerettem a Benkő Lacinak a társaságát, egy rendkívül aranyos ember volt, és nagyon-nagyon jó humora volt, rengeteget lehetett nevetni vele, és hát ahogy ő hozzáfogott a trombitához, meg a fuvolához, és egyéb fúvós hangszerekhez, egészen elképesztő volt. Egyszer mondta nekem, itt a trombita, fújjad meg! Mondom, hát azt én nem tudom, de hát tanultál szaxofonozni, mondom, azt se tudok, úgyhogy... Hiába tanulja az ember, ha nem tud rajta játszani. Igen, hát az egy felejtetetlen évek voltak az E-épületben, és az Omegával ugye Benkő, Kóbor, Laux, Mihály Tomi, Molnár Gyuri és Presser Gábor. Ez volt az a bizonyos Omega az E-épületben. 1968-tól gyakorlatilag. Aztán Lacival én utoljára pár évvel ezelőtt a Budapest Parkban találkoztam. Dolgom volt a színpadon, jöttem le, jött utánam az Omega, és a Laci azt mondta, ne menjél le, dumáljunk egy kicsit, olyan jó, úgy unatkozom itt fönt egyedül. Ott volt 600 darab billentyűs hangszer mellette, játszott mindegyiken, és közben beszélgettünk az életről. Hihetetlen ember volt. Hihetetlen. Hát az. Milyen érdekes, hogy felsoroltad az imént a névsort, a legendás Omega tagokat, akik közül hárman Laux József, Somló Tamás és sajnos most már Benkő László nincs itt velünk. Az Égi Zenekarban együtt játszanak. És nem tudom, mennyire tudtad hallgatni ma az adást, de Mekivel megemlékeztünk azokról az úriemberekről, akik a háttérből segítették az Omega munkáját. A napokban hagyott itt minket Nemes László. Ródja, igen. Az elmúlt években Küronya Miklós és Gellért Tibor, akik szintén segítették az Omegát. Van-e olyan Omega dal, amit azt kérik tőled, hogy játszd el a legnagyobb slágerüket? Akkor te melyiket tennéd fel? Akkor én feltenném a Rózsafákat, egészen biztos, ez lenne az egyik, amit feltennék, a másik, amit feltennék, az szintén az én nagy kedvencem volt, az Udvari Bolond Kenyere. Amikor ezt játszott az Omega az E-épületben, akkor bárhol is jártam, rohantam a színpad köré, hogy hallgassam. Egyébként könnyű volt a dolog, mint a színpadról lejövet rögtön balra volt egy nagy előadó, és az volt kvázi az öltöző, tehát onnan csak ki kellett menni fel a színpadra, vagy éppen a színpadról le az öltözőbe. De az Udvari Bolond Kenyerén én mindig előszaladtam valahonnan, ahol éppen jártam az E-épületben. Sejtettem, hogy nem a közönség által leginkább kedvelt dalokat fogod mondani, de hát ez hozzátartozik Bétót Lászlóhoz. A műsoraidban is mindig olyan különleges felvételeket adsz, hogy ez egy teljesen hozzád passzoló válasz volt. A vasárnap a Poptarisznyában egészen biztos, hogy játszani fogom az előbb említett Udvari Bolond Kenyerét, mert az tényleg az egyik legemlékezetesebb dal számomra, legalábbis a kezdeti Omegáláló Omegából. Két dalukat szerettem nagyon, jobban, mint a többit, a Tékozló fiút és az Életfogytig Rock'n'Roll, amelynek a címét le is nyúltuk annak idején, amikor a Sing Sing első lemezét készítettük, akkor ezt választottuk címül, csak írtunk hozzá egy másik dalt, nem feldolgozásként játszottuk el.
Általában Laci nem volt szerző, van viszont egy dal a 15. Omega albumon, az Ártatlan gyújtogatók, aminek a szerzője, a zene szerzője Benkő Laci volt. Én most azt a dalt szeretném lejátszani, amivel annak idején megismertem, vagy aminek kapcsán felfigyeltem az Omegára, és soha nem felejtem el, hogy egy koncertfelvételt láttam, ahogy ezt a dalt játsszák, és onnantól kezdve nekem Benkő Laci valahogy egyet jelentett Krisztussal, mert úgy nézett ki, mintha Jézus Krisztus szupersztár főszereplője állna ott a billentyű mögött, és tök érdekes volt, hogy ma nagyon sokan emlékeztek ugye a Facebookon, és az egyik ismerősöm ugyanezt írta oda, hogy hát itt hagyott minket a Krisztus. Igen. Nagyon jó technikával játszottak, hiszen nekik volt először lézerük, amit annak idején, amikor én diszkoztam a Petőfi csarnokba, kölcsönkértük alkalmanként, amikor mentünk éppen országjárni a diszkóval, a Petőfi csarnok diszkójával, és hát hihetetlen volt a lézer, az mikor megjelent, hát mindenki mondta, hogy az Omegától hoztátok? Igen, onnan hoztuk. Bétót László, nagyon szépen köszönöm, hogy segítettél emlékezni Benkő Lászlóra, és kívánom, hogy legyen szép estéd és jó éjszakád. Neked is azt kívánom, köszönöm szépen Csaba és a hallgatóknak is. És akkor jöjjön az a dal, amivel tényleg én megismertem az Omegát, ez a Léna. Köszönöm szépen Bétót Lászlónak. Szia, szép estét! Szia, neked is! Szia. És aztán természetesen még egy mondatra majd még visszatérek rövidesen, de most hallgatjuk az Omega klasszikus. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. Mai vendégünk. Nem volt könnyű a ma este, mert hogy Benkő Lászlóra emlékeztünk, és emiatt hosszú idő után, hát majd egy hét után, megint csak élőben ment a mai műsor. Itt állok az Abaházi Presszó pultja mögött. Ami abból a szempontból most érdekes volt, hogy megint ráláttam a hallgatói visszajelzésekre, SMS-ekre, a Facebookon, a kommentekre. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki írt. Csupa jókat kaptunk, csupa kedves szót kaptunk. Illetve nem mi, hanem Benkő László. És én most megpróbáltam összegyűjteni, és megpróbálom összefoglalni azokat a jelzőket, amiket használnak Benkő Lászlóval kapcsolatban a hallgatóink. Kiváló, nagyformátumú, világhírű zenész, aki mindig vidám, jólelkű, segítőkész. Nagyon sokan írtak olyan történeteket zenészként, hogy mennyit segített rajtuk, Laci. Egy konkrét esetet hadd emeljek ki. Popper Péter írta még napközben a Facebook oldalán, hogy nagyjából 16 éves lehetett, amikor először találkozott Benkő Lászlóval, aki éppen zsűritagja volt valamelyik fiatalokat felvonultató versenynek, és ott találkoztak először, és még hosszú-hosszú évtizedek után is emlékezett erre Laci. Mert hogy tényleg hihetetlen jó volt a memóriája. Én is azt gondoltam sokáig, hogy ha én ráköszönök, akkor kedvességből visszaköszön, mert hogy így illik. De ő mindig tudta, hogy én ki vagyok, hogy éppen mivel foglalkozom, zenélek, rádiózom, mindig képben volt. És aztán írták a hallgatók is, hogy mindemellett, hogy segítőkész, jó lelkű volt, mindig kedves volt, vicces volt, egy igazi úriember volt. Öröm volt őt ismerni. Isten nyugosztalja, nyugodjon békében, legyen neki könnyű a föld. Köszönjük a rengeteg élményt, a dalokat, a koncerteket. Különleges vendégek, baráti beszélgetések, ahol ön is asztaltárs. Abaházi Presszó hétfőtől csütörtökig, este 8-tól 10-ig a Retro Rádióban, háttérben a legnagyobb retro slágerekkel. Retro